Nyílt ülést tartott Dunaújváros közgyűlése a Városháza Cészárnyának közgyűlési termében március 17-én. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen 21 napi rendi pontról nyílt, míg további egy tételről zárt ülésen döntöttek a képviselők. A napirendek tárgyalása előtt Pintér Tamás polgármester az Ukrajnát ért orosz invázió, a háború borzalmai kapcsán elmondta: Városunkba 53 menekült érkezett. Többségük kisgyermek, akik lakhatásáról és ellátásáról példás együttműködés és segítségnyújtás révén gondoskodott az önkormányzat. A város első emberek köszönetet mondott minden segítőnek, további adakozásra buzdította az adományozókat. Szintén köszönetet mondott az elmúlt hetekben komplex adománygyűjtő programot szervezett Orosz Csaba önkormányzati képviselő. Mint elmondta, a város eddig is jelesre vizsgázott a segítségnyújtás terén. Ezt követően a képviselők előbb lakhatási és helységek bérletéről, valamint a lakbérekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról határoztak egy Táncsics Mihály utcai szociális bérlakást minősítettek szakemberlakássá a képviselők, majd az Apácai Csere János utcában tervezett parkolók első üteme és a kapcsolódó térvilágítás kivitelezésére vonatkozó javaslatról döntöttek. Az elfogadott javaslat szerint a két feladat elvégzését a DVG ZRT-től rendeli meg az önkormányzat, méghozzá bruttó 29,11 millió forint vállalkozási díj fejében. Szintén a csütörtöki közgyűlés döntött a város közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés megkötéséről. Az áprilistól az év végéig terjedő időszakra vonatkozó kontraktus keretében három nagy tételben összesen 725,2 millió forintot fordít feladatokra az önkormányzat. Az ülésen javaslat született egy topos program a helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújváros című projekt megvalósításáról, valamint a kapcsolódó szakmai feladatokról, az elfogadott határozat szerint az Interciza Múzeum, az MMK és a József Attila könyvtár 3-3 millió forint megbízási díjat kap a feladat ellátására. Napirendre került a Fabó éves Sportuszod a külső medencéjének diagnosztikai vizsgálatának elkészítését célzó szerződés megkötésére vonatkozó javaslat, és támogatói szerződés jóváhagyásáról döntöttek a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal. Elvi állásfoglalást fogadott el a testület a gyermekház iskolával történő együttműködésre, és elfogadták a képviselők az Egészségmegőrzési Központ tavalyi beszámolóját. Döntöttek az Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi Szent Erzsébet idősek otthonai intézmény költségvetési előirányzata módosításáról. A javaslat szerint a házi segítségnyújtásban dolgozók munkahelyi pótlékának emelésére március 1-től kerülhet sor. Az emelés 2,85 millió forint plusz kiadással jár. Döntés született az MMK Nonprofit Kft. tavalyi beszámolója elfogadásáról. E napi rend keretében Vicai Dalmát és Nagy Kálmánt választották felügyelőbizottsági tagja a képviselők. Megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződéseket tartalmazott az a javaslat, amelyet a DVG Zrt vel kötött a közgyűlés. Az elfogadott döntés nyomán megállapodás szabályozza az együttműködést a Dunai-Város Pálhalma Agrospeciál Sport Egyesülettel és a Dépase Kft-vel az áprilistól decemberig tartó időszakra képviselők a Hamburger Hungária Kft. kérelme nyomán hozzájárulást adtak egy erdő művelési ág alóli kivonásához, és egy ingatlan adásvételi szerződését is támogatták. Egy lakás elidegenítéséről is döntöttek, majd egy módosítással javaslat született a jókai mór utca 19 szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződésről. A volt új telepi iskolában gimnáziumot működtett majd a Gölner Mária Waldorf pedagógia alapítvány. Az ülés elején beemelt napi rendek közül az egészségmegőrzési központ előirányzatának emeléséről döntöttek a képviselők. 10 millió forinttal emelték a finanszírozást korábban meg nem fizetett bérelemek miatt, majd a közbiztonsági rendezvénysorozat 900 000 forintos támogatásáról határozott a testület. A nyílt tanácskozás után zártajtók zárt ajtók mögött folytatódott a munka. Itt egyetlen tételről a Dunaújváros közbiztonságáért díj idei adományozásáról döntöttek a képviselők.